Manapság gyakran a távoli múltban látjuk magyarságunk jellemzőit. Nemzeti tudatunkban nagyobb súlyt kap a regőségnek, a cifraszűr vagy a szilajpásztor, mint a munkásmozgalom progresszív története. Hamisan értelmezzük a hagyomány fogalmát, amit közvéleményünk a paraszti világban gyökeresztett. Le kell számolnunk ezzel a romantikában fogant felfogással. Nem csak az a hagyományos, ami ezer éves, hanem mindaz, ami bekerülve a népi kohó izzó falai közé a társadalom sorsát formálta. A mecseki bányász és a zalai olajmunkás sorsa is magyar sors. Magyarságunk, önazonosságunk formálója az illegális pártmunkás is. Sőt, a munkás hagyományok ismerete meg kell előzze a bájosan tipegő antarktiszi pingvinek ismeretét, amiről fiataljaink gyakran többet tudnak, mint utcájuk, úttörő csapatuk névadójáról, Ságvári Endréről vagy Samueli Tiborról. Nem azért, mert én is magyar vagyok, de a világ legtehetségesebb emberei a magyarok. És ez mire? Hát nézze meg ebből a 10 millióból, hány fő Nobel-díjas, hány olimpiai bajnok esik erre a 10 millióra. Milyen a magyar ember? Én mondjam meg. Hát igen, magát kérdezzük. Ismer magyar ember? Ismerek. Hát akkor maga szerint milyen a természete? Hát, hogy mondjam meg? Hát magyarul. Magyarul. Mit fizetnek érte? Miért? Azért, hogy megmondja? Igen. Hát miért kellene azért fizetni? Én se hatosra jöttem. Tudom, a tévé fizet. Hát és ha nem fizetünk? Akkor nem mondom meg. Erre nem olyan egyszerű válaszolni, mert hát először is, ha azt mondom, hogy lusták, disznók, nincs semmi összetartás, hát akkor köpünk magunkra, és ez nem is igaz. Ha meg ellenkezőleg, éppen azt mondom, hogy tehetségesek vagyunk, hiszen mind a tudományban, mind a művészetekben, mind a sportban szégyent nem vallunk sehol, akkor meg kiderül, hogy nacionalista vagyok. Van-e Magyarországon nemzettudat? Ez az alapvető kérdés, gondolom. És ez egy nehéz kérdés. Mert azt hiszem, megvan, a tudat megvan nagyon zavarodva a Magyarországon. Nem 30 év óta, hanem 50, 60, 70, 80 év óta. A magyar történelem nagy emberei közül, az igazán nagy egyéniségek közül, kire a legbüszkébb? Papp László háromszoros olimpiai bajnoka. Gyerekek, ti magyarok vagytok? Igen! Igazi magyarok? Igen! Akkor megkérlek benetek, hogy áruljátok el a magyar történelemből, melyik az az esemény, amire a legbüszkébbek vagytok? Magyarok! Határok! Magyarok! 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 Magy